Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. A Luach, mint azt tudják, az a zsinagógai naptár, szerint 5784 Elul havának 24. napja van. Ez annyit jelent, hogy hamarosan az új esztendő ránk köszönt, és a Tórát is lassan újra kezdjük olvasni. A polgári időszámítás szerint 2024. szeptember 27-e van, és péntek. Ma az Adalbertek és a Damjánok ünneplik névnapjukat, már aki névnapot ünnepel. 77 évvel ezelőtt született Maros, azaz Maier Gábor, színész és énekes. Rá is emlékezni fogunk a nap folyamán. És akkor nézzük, hogy mit mond a Meteorológiai Intézet. Percekkel ezelőtt már majdnem 20 Celsius fok volt, de elképzelhető, hogy a nap folyamán felmelegedés, záporeső, zivatar is várható. A Magyar Nemzeti Bank szerint az euró középárfolyama 395.98, míg az amerikai dollár 355 forint 39 fillér, és ha valaki éppen az Oxford City-en szeretné elkölteni nehezen összegyűjtött pénzét, akkor egy angol font középárfolyama 474 forint 52 fillér, és már is folytatjuk az országgyűlési képviselővel, Hollik Istvánnal tovább a beszélgetést. Szép jó reggelt újfent! Jó reggelt. A parlamentről szerettem volna beszélni, de turbulencia van, és nem teljesen értem, ezért kaptam egy csomó telefont nézőimtől, hogy minden vendégemtől kérdezzem meg, hogy mi történik a miniszterelnök úr politikai igazgatójával. Meg kellett volna, hogy valaki adja magát az oroszoknak, vagy széthúzza az ingét, és azt mondja, hogy ide lőjenek, vagy álmukban nézték az emberek a híreket, és félreértették. Hát ugye ez a dolog két fontos bennünket is érintő dologról szól. Az egyik az orosz-ukrán háború, a másik pedig 56 is annak emlékezete. És szeretnék itt nagyon nyíltan és világosan fogalmazni. Mint általában szokott. Ahogy szoktam. Az, aki a magyar nemzeti jobboldali közösséghez tartozik, az nem gondolhat és nem mondhat mást, mivel a mi világnézetünknek az egyik fontos sarokköve, fundamentuma, alapja az éppen az, hogy mi a magyar szabadságért, a magyar függetlenségért harcoltunk és harcolunk ma is. Ezt tesszük. És erre kötelez bennünket 56 öröksége, meg az egész magyar történelem. Hát erről az, hogy nemzetállam vagyunk, és az is akarunk maradni. És ahhoz, hogy a magyar nyelvet beszélni tudjuk, ahhoz, hogy a magyarság fönn tudjon maradni, ahhoz a magyar államiságnak meg kell maradnia, és mindenfajta befolyásolási kísérletnek ellent kell mondani. Éppen ezért az 56-os hősök, a pesti srácok, amit tettek, az egy olyan örök emlékeztető számunkra, amelyet soha nem felejthetünk el. Az én nagyapám, az én apósom, azok kint voltak akkor, 56 utcáin. Hála Istennek, ők nem haltak meg. És voltak olyan hősök, akik az életüket adták akkor, igen, a kommunista, szovjet elnyomó hatalommal szemben lázadták föl, mert azt mondták, hogy elég volt, egy ilyen országban nem lehet élni, és szabadok akarunk lenni. És hiába voltak tankok, nekik meg csak géppisztolyaik maximum, akkor is föllázadtak. Sőt, dokumentumokban láthatunk, hogy kövekkel dobáltak, mind a közel-keleten, meg egyszerű pisztolyokkal. Így van, és valójában az ő mártír haláluk, az ő hősi haláluk
az a mi szabadságunkban nyer értelmet. Mert a helyzet valóban az, hogy 56 az az első szög volt a kommunizmus, talán a legfontosabb szög volt a kommunizmus koporsójába. Ezért 56-ról nem lehet mást gondolni, mint azt, hogy dicsőség a hősöknek, és hogy ez a szabadságharcos szellemiség, ez, aki egyébként magyar nemzeti érdek alapján határozza meg magát, 56-ról mindig azt kell gondolnia, hogy az a 20. század egyik legszebb, legheroikusabb küzdelme volt a magyar szabadságért, és ez bennünket kötelez. A másik ügy, az pedig a szomszédumon zajló háború ügye. Itt is világosan kell fogalmazni, hogy tettük egyébként az elmúlt két évben nagyon sokszor. Azt mondtuk, hogy ha egy országot megtámadnak, akkor annak az országnak minden joga megvan arra, hogy... Nem csak joga, kötelessége. Azt gondolom, hogy kötelessége is. Azt gondolom, hogy kötelessége is, hogy megvédje önmagát. Emellett az orosz-ukrán háború harctéri valósága az azt mutatja, hogy ennek a háborúnak katonai harctéri megoldása nem lehetséges. Nem, ez azért már húsdarálóvá vált. Húsdarálóvá vált azért, mert mindkét fél, ugye a miniszterelnök úrnak volt lehetősége mind az orosz, mind az ukrán elnök álláspontját megismerni a háborúról, és teljesen nyilvánvaló, hogy mind a két fél valamilyen logika alapján, és ezt most ne is minősítsük, mert teljesen mindegy, hogy így fogják gondolni, mind a kettőjük álláspontja az, meg vannak győződve arra, hogy ők győzhetnek. Éppen ezért folytatni akarják a háborút. Viszont Európának, Magyarországnak, és meggyőződésünk, hogy a két háborúzó félnek is, az lenne az érdeke, az életek megmentése után. Árvák maradnak, és özvegyek, úgyhogy... Ez a háború minél hamarabb fejeződjön be. Tehát 56 nemzeti hőseit tisztelni kell, és ez bennünket kötelez, mert mi szabadságharcosok vagyunk, ez határoz meg bennünket. Az orosz-ukrán háború kérdésében pedig egyértelműen a magyarok is állást foglaltak, hogy ebből a háborúból ki kell maradni, és mindent meg kell tenni annak érdekében, pont azért, hogy mi hazánknak a szabadsága, függetlensége ne kerüljön veszélybe, ezt a szomszédunkban zajló háborút minden hamarabb kell zárni. Várható, hogy a politikai igazgató megmagyarázza, hogy ő mire gondolt, vagy hogy milyen félreértésről van szó? Ezt megtette tegnap. Én is elmondtam itt az álláspontomat. Tehát azt gondolom, hogy 56-tal kapcsolatban nem lehet más. Mondjuk azt, hogy mindenki gondol, amit akar, de a hősök, akik életüket adták értünk, azok hősök. És így kell. Ez nem képezheti vitatárgyát. Ezek tények. Képviselő úr, mit vár a következő parlamenti ciklustól? Mennyire nyomja rá már előre érezhetően a bélyegét az elvárható, a ránk köszönő ciklusban az, hogy az ellenzéki pártok nem csak elgyengültek, hanem minthogyha működésképtelenné váltak volna. Hát, önmagukkal fognak beszélgetni? Nem arra tettük le az eskünket, hogy az ellenzékkel vagy annak egyes pártjaival foglalkozunk, hanem arra, hogy Magyarországért dolgozzunk, és ezt is fogjuk tenni a következő ciklusban. Hát azt kérdezi, hogy mit fogunk csinálni. De egy demokratikus parlamentben valakivel az ember nem tud önmagába beszélgetni. Igen, de nekünk nem feltétlenül csak az a dolgunk. Persze a politikai vitákat le kell folytatni, ennek a legfontosabb helyszíne a parlament. De hát azért mi azért ülünk ott a parlamentben, hogy vitatkozzunk, de a vitatkozás végén döntést hozzunk, és törvények szülessenek. És az a lényege, hogy ezek a törvények meggyőződésük szerint szolgálják a magyar nemzeti érdeket, és segítsék a magyar emberek boldogulását. Ezért dolgozunk. Én két olyan elemet emelnék ki, ami számomra fontos. Az egyik az egy résztéma, de a mi kezdeményezésünk ezt fontosnak tartom, és remélhetőleg tudunk róla már döntést is hozni
most ősszel. Ez az energiaitalok 18 éven alatti fiatalok számára történő eladásának a megtiltása. Ez már kormányülésen is volt, és valamiért lekerült a napirendről. Nem került le a napirendről, benyújtottuk a törvényjavaslatot Nacsa Lőrinc képviselőtársammal, meg is vitattuk, csak ilyenkor nem dönthetünk róla addig, hiszen ez egy kvázi versenykorlátozó intézkedés, ameddig egy úgynevezett notifikációs eljárás keretében. De én utána néztem egy statisztikának, és ezek kimondottan veszélyesek, és több szerencsétlen esemény is történt ezekből kifolyólag, főleg a fiatalkorúaknál, de az idősebbek, tehát a szépkorúaknak sem ajánlott. Ez így van, éppen ezért, még egyszer mondom, elkezdtük, most kiküldtük Brüsszelbe, mert a Brüsszelnek át kell nézni a törvényt, és kell kapnunk onnan egy jóváhagyást. Nem értem, amit mond. Az, hogy megmenteni az állampolgárok életét, azt Brüsszelnek kell eldöntenie? Az nekünk kell majd az országgyűlésben, de mivel az Európai Unió tagjai vagyunk, ezért van ilyenkor egy kötelező eljárás, amit amikor beléptünk, elfogadtunk. De mivel más országokban is van már hasonló szabályozás, tehát több olyan országban... Már az összetevőkön változtattak. Nem. 18 éven alattiak számára a fogyasztást megtiltották. Lengyelországban, Romániában, hogy csak hozzánk közeli országokat. Hogy tudjuk ezt ellenőrizni, mert az rendben van, hogy lesz egy törvény. Ez hasonló lesz a trafik törvényhez? Pontosan ugyanúgy fog működni a rendszer, mint az alkoholárusításnál. Pontosan ugyanaz lesz. Tehát mindenhol lehet kapni energiaitalt, tehát nem csak trafipókuban, hanem bárhol, viszont 18 éven aluliakat energiaitalal, ahogy alkohollal sem, nem lehet kiszolgálni. Pontosan ugyanúgy fog működni a rendszer. Várhatóan ennek a notifikációs eljárásnak 3 hónapja van Brüsszelnek, ennek le kell zárulnia október végén. Ez azt jelenti, hogy még az őszi ülésszakon tudunk erről szavazni. Amíg a törvény megszületik, addig egy rendelettel nem lehet már szabályozni? Nem, ennek megvan a maga rendje, és azt gondoljuk, hogy törvényi szintű szabályozás kell ahhoz, hogy ez világossá váljék. Ezt meg fogjuk tenni. Hát a másik fontos kihívás, feladat, ami előttünk van, az pedig a költségvetés. Ugye megszokhatták azt a magyar emberek, és nem véletlenül volt ez mindig így, hogy Magyarországnak az elmúlt 10 sok évben már június végén volt elfogadott költségvetése a jövő évre vonatkozólag. Ezt miért csináltuk így? Azért, mert azt gondoltuk, hogy a gazdaság szereplőinek, a vállalkozásoknak, de a családoknak is jó, hogyha kiszámíthatóan tudják, igen, hogy mi történik jövő évben. Ciklusra vált. És a gazdaság kiszámíthatatlanná vált a szomszédunkban zajló háború miatt, és ezért döntöttünk úgy, meg a német belpolitika miatt. Meg a német belpolitika miatt, meg az egész európai gazdaság gyengélkedése miatt kiszámíthatatlanná vált, hogy most ebben a helyzetben jobb, hogyha minél inkább közelebb vagyunk a 2025-ös így fogjuk elfogadni a költségvetést. Ugyan a műsoridőnk lejár, de muszáj föltenem ezt a kérdést, mert ez sem teljesen világos számomra. Az Európai Unión belül van 2 tagállam, aki pestésen szólva a passzát szelet fújja, dominánsak. Ez Németország és Franciaország. De más a helyzet ma Franciaországban és Németországban, mint amikor a választások voltak az Európai Unió delegátusaira. Akkor ez most hogy van? Szerintem az európai választópolgárok világosan állást foglaltak, és egyértelműen lehet látni, hogy az európai emberek, legyen szó a német emberekről, a francia emberekről, az olasz emberekről, vagy a magyar emberekről, egyre kevésbé elégedettek, egyre kevésbé tetszik nekik, ami Brüsszelben zajlik. És ezeknek a választóknak a szembeköpése például az, hogy Ursula von der Leyent úgy szavazták meg, mintha mi se történt volna, mint hogyha nem az egyik legkudarcosabb időszaka lett volna Európának az elmúlt 5 év. Úgy csinálnak, mintha nem a legkudarcosabb éve lett volna, évei lettek volna az európai gazdaságnak.
az elmúlt időszakban. És ezért egy szemében a bizottság elnöke felelős, és úgy csinálnak, mintha semmi nem lenne, az európai elit védi a saját pozícióit, és elfelejtkeztek az európai emberekről. Most végre vissza kéne adni az európai embereknek a döntés jogát, nem azt tenni, amit most tesznek, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyják az európai emberek segélykiáltásait. De ezek most már segélykiáltások. Az a koalíció sem teljesen normális, aki a nukleáris energiát, ami a legtisztább és a legbiztosabb, megszünteti és visszatér az ókorba, és szennyezi a levegőt és nyomokat hagy. És ráadásul egekbe emeli az energia árát, ami versenyképtelenné teszi az európai gazdaságot, és megélhetési nehézséget okoz, ami elképzelhetetlen lett volna mondjuk például az olasz vagy a francia nyugdíjasoknak, de ma itt tartunk, és ezen kell változtatni. Köszönöm, hogy fél szavakból is értette a kérdést, és mielőtt visszavágjuk, kellemes hétvégét. Viszont kívánom mindenkinek. Előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk, kapcsoljuk dr. Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértőt, volt katonai attasét, mert nem csak Ukrajna és Oroszország háborúzik, hanem egy igazságtalan bérontás folyik a Közel-Keleten is. Tartsanak velünk!